A program a kormánybiztos tájékoztatójával kezdődött, amelyben az új atomerőművi blokkok engedélyezési rendszeréről és tudományos felügyeletéről volt szó. A Magyar Tudományos Akadémia Környezettudományi Elnöki Bizottsága a Műszaki, Fizikai és a Földtudományok Osztályának ülésén az új blokkok telephely vizsgálatának tudományos eredményei kerültek terítékre. Közel vagyunk ahhoz, hogy a telephely engedélyezéshez szükséges vizsgálatok elkészüljenek, és itt a nyár bekövetkezte előtt úgy gondoltuk, hogy jó lenne áttekinteni, hogy hol is tartunk, beszámolni mindarról, ami eddig történt, és hogy nagyjából milyen eredmények várhatók a jövőben a telephellyel kapcsolatban. A telephely földtani jellemzésétől a meteorológiai körülményekig több előadást hallhattak a résztvevők. Telephelyvizsgálati program gyakorlatilag az előző év legelején kezdődött, tehát még 2015 elején, és itt rengeteg vizsgálatról van szó, különböző hidrológiai, geotechnikai, geológiai és szeizmológiai vizsgálatokról. Egy nagyméretű program, ami a kor legkorszerűbb módszereit használja, azért, hogy egy 100 éves időtávra azt tudjuk mondani, hogy a telephelyet jól karakterizáltuk, jól meghatároztuk a jellemzőit, és nagy biztonsággal győződtünk meg arról, hogy alkalmas ennek a létesítménynek, a két új paksi blokknak a befogadására. A paksi a leginkább megkutatott telephely Magyarországon, ám a tudományos területek fejlődése lehetővé teszi a még újabb ismeretek beépítését a vizsgálatokba. Mindemellett hosszú távon olyan tényezőket is figyelembe kell venni a tervezés során, mint például az egyre inkább előtérbe kerülő klímaváltozás. Az erőmű úgy kerül kialakításra, hogy a későbbiekben, hogyha megváltozik a környezet, akkor is az erőmű ezen a telephelyen működni tudjon. Tehát összességében sem a Duna, sem a talaj, sem a földrengés veszély, sem más szempontból nem látunk most olyan tényezőt, ami megakadályozná azt, hogy ezt a két új blokkot a paksi telephelyen fel lehessen építeni. Mint azt a kormánybiztos elmondta, a telephely engedély kérelmet ebben az évben tervezik benyújtani a hatóságnak.